Nagyértékű gyógyszerekből és orvosi műszerekből álló segélyt adott át a katolikus Caritas Visken. Ifjúsági és mozgáskorlátozott tábort szervezett a Máltai Szeretetszolgálat. A karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus líceumban 47 sérült és egészséges gyermek pihenhetett együtt egy héten keresztül. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket mai műsorunkban, melyben a Munkácsi Római Katolikus Egyházkerület életébe engedünk betekintést. Több mint 10 millió forint értékű gyógyszerekből és orvosi műszerekből álló segélyt vitt a katolikus Caritas a kárpátaljai Visk körzeti kórháza számára. Az adomány többek között EKG berendezést, vérnyomásmérőket, kerekesszékeket és rollátorokat tartalmaz. Ilyen felszerelése a kórháznak eddig nem volt. A segélyszervezet orvos missziója 2 éve végez szűrővizsgálatokat a nagyközségben. Orvosi szempontból mindenképpen a nélkülözhetetlen műszereket tartalmazza, ilyen az EKG, a vérnyomásmérők és a vércukormérők, amelyekből ugye mindegyikből többet hoztunk ezen alkalommal. Abból táplálkozott a gondolat, hogy hozzunk és többet hozzunk, hogy a már 2 éve indult orvosmisszió tevékenysége során Visken 450 gyermeket szűrünk le egy alkalommal, azt visszamentünk a következő évben kontrollálni, majd az oda benövő 4-6 éves generációt azt újonnan szűrtük le, egy éve elkezdtük a felnőttek EKG vércukor vérnyomás mérését, több mint egy éve elkezdtük a nőgyógyászati rákszűrést, és ugyancsak több mint egy éve elkezdtük a konduktor által végzett gyermekek gyógytornászati vagy rehabilitációs szűrését, illetve kezelését. Na most ezen alkalmokkal azt tapasztaltuk, hogy itt nincs EKG. Tehát úgy voltak kezelés alatt a betegek, hogy EKG nem készült életükben. Pontosabban, amikor mi elvégeztük az EKG vizsgálatot, akkor megdöbbentő eredményeket láttunk a leleteken. Nem volt vércukormérésük, holott nagyon sokat szűrtünk ki, mint egy 1-2%-ot, akik nagyon magas vércukorértékkel értek, és azt mondták, hogy még életükben a vércukort nem mérték meg náluk. Így jött össze az a gondolatiság, hogy hozzuk ezeket az orvosi műszereket, amelyek nélkülözhetetlenek. A másik terület az pedig azok a gyógyászati segédeszközök, amiket most hoztunk, amelyek a betegek mozgatását teszik lehetővé, tehát a 4-kerekes szék, a rollátorok, amivel a beteg kórházi kezelése alatt a mosdóba, a zuhanyba és mindenhová vizsgálatra, laborba eltolható, röntgenbe, és nem azt igényli, hogy jöjjön a beteghordó és fekvőkocsin vigye. Ezek azok a készülékek, amelyek sok milliós értékben ma Viski kórházba kerültek. Écsi Gábor, a Katolikus Caritas országos igazgatója az átadáson elmondta, a gyógykezelésre javasolt páciensek ellátása kora a helyi kórház felszereltségében komoly hiányosságokra derült fény. Lassan 2 éve működik már az orvosmisszió, és azóta látjuk azt közelebbről is, hogy itt Kárpátalján az egészségügyi ellátás milyen nehéz. Amikor a betegeinket vizsgálják az orvosok, a betegeket vizsgálják az orvosok, amikor látják azt, hogy milyen további intézkedésre lenne szükség, akkor jutunk el a kórházakhoz, és itt is látjuk a nagy hiányokat. Ezért döntöttünk úgy, hogy amennyiben lehetőségeink engedik, és a külföldi kapcsolatainkat is erre összpontosítottuk, a gyógyászati segédeszközökkel, különböző orvosi berendezésekkel is segítjük az itteni egészségügyi ellátást. Ezáltal az általunk kiszűrt betegek is jobb és gyorsabb ellátásban részesülhetnek, és az itteni lakosság is ezt igénybe veheti. Nagy szükség van erre? Hiszen gyakran megfordul itt de az egészségügyi szűrések során. Egész Kárpátalján úgy látjuk, hogy erre nagyon nagy szükség van, és valahogy erre sosem jut pénz, és ezért a jövőben is ezt fontosnak tartjuk, hogy ilyen módon is segítsük az itteni egészségügyi szolgálatot. A helyi főorvos szerint az ellátásban minőségi változást is eredményez majd ez a támogatás. Nagyon időszerű volt ez a segítség. Nagy köszönetet szeretnék mondani a Caritasnak. Mindenki, aki hozzájárult, hogy megkapjuk ezt a segédet, mert ennek köszönhetően kaptunk új EKG-gépet, néhány cukormérőgépet, akkor ilyen ágyfelszerelés betegek részére, inhalátort, gyógyszereket, hogy
Ennek köszönhetően az orvosi ellátást magasabb szintre tudunk felvinni, és a viskiek, még a környezeti faluk lakosai jobb ellátásban fognak venni részt. Köszönet Magyarországnak, a kormánynak, a Caritasnak ezért az együttműködésért, mert ez nagyon fontos visnek, ez a támogatás, amelyiket megkaptunk most, és ez az együttműködés már jó régen tart. Úgyhogy reméljük, hogy ez tovább is fog tartani, és a viski emberek nagyon köszönjük ezt a támogatást. Az értékes segélyszállítmány költségét 80%-ban magyarországi támogatók, 20%-ban a Katolikus Caritas német testvérszervezete biztosította. Következő helyszínünk a Máltai Ifjúsági és Mozgáskorlátozott Tábor, melyet 6. alkalommal rendeztek meg a sérült és az egészséges gyerekek számára. A tábor célja, hogy jobban megismerjék egymást, megtanulják tisztelni és szeretni a másikat. Jó Isten vigyázzon rátok! Szent misével kezdődött a 6. Máltai Ifjúsági és Mozgáskorlátozott Tábor Karácsfalván. Rácz István plébános prédikációjában egy szerető, minden körülmények között segítő szülőhöz hasonlította Istent. Igazából azt szeretném, hogyha a gyerekek a jó Istent úgy tapasztalnák meg, mint egy jó szülőt. Hogy ne legyen számukra idegen, távoli, hanem pont az ellenkezője, hogy egy olyan istenkép alakuljon ki a gyerekekbe, akihez bátran bármikor oda lehet menni, akihez bármikor oda lehet futni, hogy kérjen, vagy hálát adjon a jó Istennek bármiért is. Egy személyes, mély kapcsolat az, ami fontos, nem csak a mai világban, hanem állandóan és minden korosztályban, hogy kötődjünk a jó Istenhez, aki jelen van az életünkben, aki vigyáz ránk, és aki, mint egy barát, úgy akar jelen lenni mellettünk, és velünk akar lenni a mi életünkben, segíteni, bátorítani, vezetni akar bennünket, és igazából azt akarja, hogy egyszer eljussunk a mennyországba mindannyian. Erre törekedtek a szervezők, amikor kitalálták azt, hogy olyan tábort szerveznek, ahol együtt pihenhetnek, szórakoznak, versenyeznek a sérült és egészséges gyerekek. Előfordul olyan is, amit nem tudok otthon csinálni. Fotós előadás, ez a rongyos játék itt, ez mondjuk csapatjáték. Te melyik csapatban vagy a négy közül? Nyugatiba. Szerintetek nyerni fogtok? Szerintem igen. Jó a csapat ezek szerint? Ezek szerint igen. És a rongy vadászatban hogy álltok? Hát egyszerűen összeállunk és elvesszük a rongyokat, visszük a csapatunkhoz, hogy az nyerjen. Csapatjátékokat játszunk, ilyen programok is vannak, reggelizünk, vacsorázunk, ebédelünk, és este meg esti áhítat. Minden nap. Ilyen áhítat. Jól érzed magad? Igen. Miért? Hát, mert közösségben vagyok legalább. Akkor azért a csapaté lesz majd a pont. Ha látod, hogy valaki közelít, tedd le a földre, hadd üljön magának, jó? A különböző játékok során a négy égtájról elnevezett csapat versenyzett egymással. Különböző csapatjátékokkal készültünk a már betervezett uszodázás, íjászat mellé. Ezek a csapatjátékok arra épülnek fel, hogy az egészséges és a sérült gyermekek is együtt tudjanak játszani, valamint az egészséges gyermekek megértsék azt, hogy hogyan tudnak a sérült gyermekeknek segíteni, valamint hogy megértsék azt, hogy milyen lehet bizonyos sérülésekkel együtt élni. Ilyen például, amikor nem használhatják a kezüket, és úgy kell különböző akadálypályákon végigmenni, vagy becsukott, bekötött szemmel,
esetleg fülhallgatóval, tehát mintha süketek lennének, és úgy kell szájról olvasniuk. Ezen kívül próbálunk még olyan játékokat, amit együtt kell csinálniuk. Egy horogra kell felkötniük annyi madzagot, ahány csapattag van, és együtt kell halászniuk, együtt kell mozgatniuk a horgokat, és ezekkel próbáljuk ezeket a kapcsolatokat egy kicsit kiépíteni. Mi az, amit most látunk a háttérben? Jelenleg rongyoznak, ez egy helyi, nagyon régi magyar játék volt, amikor hát lényegében futniuk kell számok szerint a piros rongyok után, és ez a fogócska továbbfejlesztett változata leginkább. Nekem az amerikai focit idézi. Hasonlít egy kicsit, de ezt leginkább itt Kárpátalján nálunk játszották régen. Mi a lényege? Őszintén fogócskázunk, tehát van egy rongy középen, számok szerint fel vannak osztva a csapatok, amikor valakinek elhangzik a saját száma, ki kell futnia, és a rongyot be kell juttatni a saját kis csapatába, a célvonalon belőle, ha menet közben hozzáérnek, az ellenfél csapaté lesz a pont. A cél az volt, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék, megtanulják tisztelni és szeretni egymást, ráérezzenek a segítségnyújtás örömére. A többi táborban rendes gyerekek vannak, ebben a táborban pedig mozgássérültek vannak, és akkor nem, és így jobb, mert akkor meg tudnak olyanok megbarátkozni a rendes emberekkel, és nem csúfolják, és minden jól van velük. Ez fontos neked? Igen. Miért? Mert nekem nagyon rosszul esik, hogyha kicsúfolják az olyan emberek, akik olyan más, mint a mások. Igen. Igen, sérültek. Szeretet, őszinteség és gondoskodás. Ezek a jellemzői a tábornak, amellyel a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a gyerekek számára pihenési lehetőséget biztosítottak. Minden tábornak az az elsődleges célja, hogy egy nagyon jó tábor legyen, a gyerekek jól érezzék magukat, és észre se vegyék azt, hogy ezzel van másodlagos céljaink is. Másodlagos célok pedig azok, hogy mind a sérült, mind az egészséges gyerekek együtt tudjanak dolgozni. Megismerjék egymás problémáit, és a tábor végére ne legyen különbség. Ne érezzük azt, hogy valakit is lenézünk, vagy valakivel nem vagyunk hajlandók szóba állni. Azt hiszem, elég sokan, akik felnőttek vagyunk, tapasztaltuk azt, hogy a gyerekek tudnak kegyetlenek lenni, nem szándékosan, hanem egyszerűen a tudatlanságuk miatt. Viszont egy ilyen egyhetes együttlét után azt hiszem sokakban megváltoznak azok a gondolatok, azok a mindennapi értékrendek, amelyek eddig őket kísérték. És remélhetőleg teljesen úgy néznek a sérült embertársaikra, mint az egészségesekre. Ez az egyik cél. A másik cél pont ugyanez, fordítva. Tehát a sérült gyerekek tudjanak kimozdulni az otthoni zárt világukból, és tudjanak együtt örülni, együtt játszani, együtt sportolni, együtt felhőtlenül szórakozni, és olyan dolgokat is ismerjenek meg Kárpátaljából, amit amúgy soha nem tudnának. A mostani táborunkban is van olyan kislány, aki 16 éves, és még soha nem volt a szobáján kívül. Számára nehéz. Nehéz elszakadni, mert az elszakadást észrevettük a mai éjjeli és tegnap esti honvágyból, hogy az elszakadás számára nagyon nehéz. Egész nap nagyon jól érzi magát, de az esti és a reggeli anya hiány az ugyanúgy jelentkezik, mint egy sokkal kisebb gyerek esetén. Reméljük tábor végében ez sokat fog változni. Egy érdekes találmány a gimnasztika és a tenisz elemeit ötvöző játék, amit akár sportszerűen lehet űzni, a medibal. Ezzel is megismerkedhettek a tábor résztvevői. Ez a játék abban nagyszerű, hogy ha valaki egyszer kipróbálja, akkor nagyon hamar megérzi azt, hogy ez egy olyan természetes mozgásunk, ami mint a víz. Tehát a testünk 70% a víz. És ahogy láttátok a mozgást, nagyon közel áll
az áramláshoz, ahhoz a fajta nyugalomhoz, ahogyan mozognunk kellene. A tanult mozgáselvek alapján nagyon hamar rá lehet érezni a helyes testtartásra, és amikor ez megvan, erre építjük fel ezt az áramlásszerű mozgást. Ehhez nagyon-nagyon nagy segítség, ehhez a speciálisan kialakított ütő és labda, ugyanis a labdában homok van, az ütő pedig egy lágy felület. És ennek a kettőnek az együttese és a helyes mozgáselvek használatával nagyon hamar meg lehet tanulni a centrifugális erő megtapasztalását, a gravitáció működését, ugyanis a testünk tartását is hasonlóképpen kellene tartanunk. Nem sok izomfeszülés, hanem a lehető legkevesebb izommunkával. És mivel ez egy nagyon természetes, könnyű mozgás, hiába nehéznek tűnik, nagyon hamar el lehet sajátítani. Itt a gyerekek gyakorlatilag egy bemutatót láttak, és mindenki játszik úgy, minthogyha régóta játszana, ez benne a nagyszerű. A feltaláló célja az volt, hogy egy olyan mozgásformát találjon ki, ami az izmokat ellazítja. És erre jöttek, hogy a tai chi körkörös mozdulataira épített labdajáték ez, amit kitalált, és itt, vagy Magyarországon, illetve reméljük Kárpátalján is Szilágyi István mester módszertanán keresztül, ez több lesz, mint egy tai chi, egy egészségmegőrző játék, ugyanis itt a fizikai, érzelmi és mentális testünket hozzuk szinkronba, amikor amit érzünk, gondolunk és mondunk, ugyanazzá válik, és ezt a mozgás kapcsán gyakoroljuk egyfajta önismereti útként, akkor kapjuk meg azt a pluszt, amit látszik, vagy látok rajtunk, hogy valami több van itt, mintha csak sportolnánk, vagy aerobikoznánk, vagy táncolnánk, mert harmóniába kerül az ember, egy tényleg egy valóságos, igazi harmóniát teremt ez a játék. Labdajáték az egészségért. Így nevezte el az ötletgazda ezt a sok mindenre kiható, fejlesztő játékot, amely egyre szélesebb körben terjed Magyarországon. Kortól függetlenül egészen gyerekkortól szépkorúakkal bezárólag játszunk, úgyhogy mondhatjuk így, hogy egészséges emberek és egyfajta handicappel indulók. Sok olyan gyakorlónk van, akik úgymond versenyeznek is, de még ettől fontosabb az, hogy mit jelent a mindennapi élet szempontjából az életminőség javulásában az, amit elérnek. Ez a három terület, amiről szó volt, a test fizikális állapota, egy mentális és egy érzelmi állapot. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy ha megvan mondjuk valakinek egy olyan problémája, mint a szellemi fogyatékosság, akkor az érzelmek megélése a sok esetben sokkal intenzívebb. Mi azt keressük megoldást gyanánt, hogy hogyan lehetne mondjuk elképzelni folyamatokat, ezt mindenki az esetek jelentős részében képes csinálni, erre vannak gyakorlatok, hozzá érzetet rendelni. És ilyenfajta módon ezt a saját élményű mozgást létrehozni. Különleges és nagyon gyors dinamikus fejlődések vannak. Minden típusú problémával. Van nagyon jó kapcsolatunk a gyerekrehabilitációs osztállyal Nyíregyházán. Sok olyan gyerek, akinek hát az egyszerű problémák nyilván a testtartás és az ahhoz kapcsolódó problémák, de akiknek már ilyen súlyosabb fogyaték, a betegség, baleset vagy bármilyen okból kifolyólag, és járnak hozzánk rendszeresen. Túl azon, hogy a mozgás koordinációban egy nagyon komoly változás, az a világlátás. Tehát ahogyan érzi magát a világban, ahogy gondol magával kapcsolatban. Mindenkit úgymond egészséges emberként nézünk és kezelünk, nem lehet másképp, teljes emberként kezelünk. És abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor látja, hogy a bánásmódban nem ez van, hogy nincs ez a megkülönböztetés, hogy ilyen meg olyan. Bekerül egy egészséges közösségbe, ahol nincs ez a fajta kettős mérce, vagy ez a furcsa szemüveg, amivel látni lehetne gyerekeket. És elindul ebben a támogató közegben egy olyan fejlődés, amiben az élményszerűsége meghatározó. Nyilván sokkal mondhatjuk azt, hogy ezt most könnyű csinálni, vagy nehéz csinálni. Ami izgalmas az, hogy minden dolog nagyon természetes. Tehát ami nagy ívben ilyen mondjuk a levegőben, az ízletek szintjén az egy kisebb és finom ív. Mindenki képes ilyen fajta módon. Egy dolog, ami nagyon izgalmas, érdekes dolog és meghatározó, hogy ez a belső motiváció az sokáig fennmarad. Azért, mert élményszerű a dolog, ő képzelő el, hozzárendeli azokat a fajta tartalmakat, gondolatérzés ugyanazt jelenti, és maga számára ezt az örömet az, ami hozza. Tehát bekerül egy támogató közösségbe, elkezd egy olyan munkát, akár kerekesszékben, ülve. A kéz működik, mozog, és így tovább. Elképzel, hozzárendel,
amit képzel, amit érez, az ugyanazt jelenti, és megszületik a mozgás. És utána ez az elképzelés, amit az agy létrehoz információként, egyfajta üzenetként lemegy az izmok felé állandó jelleggel. Ugye vannak erre kutatások a sportolók szempontjából, hogy mondjuk sérült állapotból a rehabilitációja gyorsabb annak, aki nézi a sportágának a mozgásait, elképzeli a mozgásokat, egyszerűen az agy bombázza információval a testet. Hát ezt használjuk, amit az élsport is használ gyakorlatilag, de miért kellene, hogy csak a, úgymond az élsportolók használhassanak úgymond olyan fajta dolgokat? Miért ne lehetne ez a mindennapok? Mert az ember számára természetes az, hogy elképzel folyamatokat. De mi minden mozgást elképzelünk, és még akkor is, hogyha sérülés van a testben, akár egy egészséges embernek is vannak sérülései, vagy vannak problémák, amit tartósan hoz. Van egy fiatal emberünk Budapesten, aki úgy került hozzánk, hogy a lába a levegőbe, a sarkát nem tudja letenni évekkel ezelőtt. Most nem van a sarka. És az azt jelenti a mozgással szempontjából nézve, hogy az örökös bizonytalanság érzet, az eleséstől való félelem, az megváltozik. És hogyha nézzük csak ezt az egyszerű dolgot, akár az időskorban, vagy akár mindenkinek, akinek bizonytalan mozgása van, a súlyközép mozgatása meghatározó, a súlypont mozgatása a gyakorlásunk szempontjából nézve, és egyszerűen hozzászokott ahhoz, hogy a figyelme ideirányul, a súlypont lekerül, és abban a pillanatban, amikor billen, akkor azonnal meg tudja magát tartani. És onnantól kezdve a biztonságérzeten keresztül elindul egy másik fajta támogató folyamat, az ő lelkületének az átalakulása. És ez csak egy kiragadott példa ebben a pillanatban. Beledobált flakonok, beledobált zacskók, azok mind eljöttek, végigjöttek volna egészen a tengerig. Demény István bejárta a világ mintegy 120 országát. A fotográfus világutazó rendszeresen eljön előadást tartani a máltai táborba. Most a víz világnapi alkalmából készült fotókiállítását hozta el a gyerekeknek. Tekintette, hogy a víz világnapjáról történt ez az összeállítás, ez direkt azért arról szólt, hogy mennyire meg kell becsülni a vizet. Mennyire nem becsüljük, és a világban nagyon sok helyen nagyon küzdelmesen jutnak hozzá a vízhez, már az ivóvízhez is, de egyáltalán a vízhez. Nálunk viszont hatalmas gazdagsága van, és azt szerettem volna elmondani a gyerekeknek, hogy meg kell becsülni, hogy vigyázzunk a vizünkre, a vizeinkre. Hová kalózolt el őket? Hát itt a gyűjteményben, ebben a képgyűjteményben a világ minden tájáról 20-30 országból származó vizes képek voltak, óceánról, tengerről, tóról, folyóról szóltak ezek, sőt, forrásról szóltak ezek a képek. Az ifjúsági és mozgáskorlátozott tábor 47 lakója egy héten keresztül pihenhetett a karácsfalvai Sztojka Sándor görög katolikus líceumban. Nyaralásukat a magyar kormány és civil szervezetek támogatásából, valamint magánszemélyek adományából fedezték.